Hamarosan jóval olcsóbban utazhatunk majd buszon és vonaton egyaránt. Orbán Viktor miniszterelnök még februárban jelentette be a kedvezményes lehetőségeket. Akik tömegközlekedéssel járnak dolgozni, ezzel komoly összegeket spórolhatnak meg. Bevezetjük a kedvezményes vármegye bérletet is. Május 1-jével buszra és vasútra egyaránt érvényes havi országbérletet és vármegye bérletet ajánlunk. A vármegye bérlet 9450 forintba, a havi országbérlet 18900 forintba kerül majd. Tehát jelenleg, aki például egy 35 kilométeres bérletet vásárol, az közel 25000 forint havonta. Május 1-től ez mindössze 9450 forintba fog kerülni, és tömegközlekedéssel gyakorlatilag bárhová el tud utazni Tolna vármegyében. Szekszárdi vagyok, de elkerültem 5 éve Tatabányára, nekem is mondjuk jó lesz. Azok, akik utazásaik során rendszeresen átlépik a vármegye határt, 18900 forintért az ország egész területére érvényes országbérlet vásárolhatnak. Ennek előnye, hogy így akár egyetlen bérlettel keresztül utazhatjuk hazánkat. Tökéletes, biztos nagyon jó, mert hát nagyon sok embernek azért nagyon nagy segítség, mert nagyon drágák a buszjegyek is, vonatjegyek is, és azért így eljut az ember az ország több helyére, és jobban rászánja magát, nem csak a mi korosztályunk, hanem a fiatalabbak is. A tanulók egyébként mindkét esetben 90%-os kedvezményt vehetnek igénybe. Ez egy vármegyebérlet esetén mindössze 945 forint lesz. Oké, Hőgyészről járok, tehát onnan sokkal kedvezőbb lenne ez a megoldás. A teljes áru bérlet díjának 86%-át térítik meg a munkáltatók, így vármegyebérlet esetében mintegy 1300, országbérlettel kicsivel több, mint 2600 forint saját költségen lehet majd utazni. Fischer Sándor, a Tolna vármegyei kereskedelmi és iparkamara elnöke szerint ez az ingázók versenyhátrányának csökkenéséhez is vezethet, megéri távolabbról is alkalmazni embereket, ami a munkaerőhiány mérséklődéséhez is vezethet. Magas a munkabéreket adni, mert most már a munkabérek azért emelkedtek az elmúlt visszaszokban. Ezért egyéb lehetőségeket kell biztosítani. Ilyen ez a munkapályárás és a egyéb dolgok. Ezeket próbálják a munkáltatók kihasználni annak érdekében, hogy a szakképzett, tapasztalt munkaerőt meg tudják őrizni. Az új bérlet konstrukció révén a munkáltatók mellett a kis- és középvállalkozások utaztatási költségei is csökkennek.